Vidám zeneszó várta a szederkényieket a pincesoron november 27-én. Advent első vasárnapján ugyanis itt tartottak ünnepséget. A rendezvény ötlete a helyi német nemzetiségi önkormányzattól származik. Már a tavalyi évben is egy hasonló eseménysorozattal készültek, ám az akkori nehéz helyzet miatt ezt nem tudták megtartani. Tavaly jött ez az ötlet, hogy csináljunk egy ilyen adventi négy állomásos nyitott pincés rendezvényt, és hát ott ugye csak az első alkalom valósulhatott meg sajnos, mert ugye még a Covid meg egyebek történtek, jöttek közben, és ezért a koncepcióm gyakorlatilag készen volt, ki volt dolgozva, úgyhogy idén csak úgymond fel kellett frissíteni, változtak picit helyszínek, fellépők, előadók, ilyesmi, de gyakorlatilag az alapötlet az egy az egybe tavalyról megvolt. Az érdeklődőket a zene mellett kézműves termékek, finom ételek és italok is várták. Az ünnepi hangulatról a díszítéssel is gondoskodtak. A legkisebbeknek külön foglalkozást is szerveztek, míg a felnőttek a házigazda pincészet borait kóstolhatták meg. Különlegesség, hogy az adventi hétvégéken nem csak a kulturális műsorok lesznek változatosak, hanem jótékony célt is szolgálnak a következő vasárnapok. Minden négy hétvégén különböző célra történik a gyűjtés. Első alkalommal az óvodának, utána az iskolának, nyugdíjasoknak, és van egy tündérkommandó nevű szervezetünk, és az ő céljaikat szeretnénk ezzel támogatni az itt befolyt bevétellel. A családi és baráti társaságok tehát a szórakozás mellett adakozhatnak is a helyi intézmények, szervezetek megsegítésére, miközben hangolódhatnak a karácsonyra.